Köszöntöm nézőinket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának 2023. január 6-ai adását látják. Kortya Vilmos vagyok, nézzük híreinket röviden. A Magyar Kultúra hetére készül a Bálint Ágnes Kulturális Központ. 2023. január 20-án egy kiállítás, majd Eperjes Károly verses estje, 21-én pedig Bálint Ágnes írónőre emlékezve egy országos vetélkedő várja majd az érdeklődőket. Minden információ a BÁK hivatalos honlapján a kulturba.hu oldalon olvasható. Február 4-én lesz a 45. Vecsési Sváb Bál. A rendezvény 19 órakor kezdődik a Bálint Ágnes Kulturális Központban. A jó hangulatról a Brunner zenekar gondoskodik. Fellép a Taksonyi Dunamenti Svábok Egyesületének ifjúsági csoportja és a Lumpen Klumpen tánc csoport. A részvételhez előzetesen belépődíj vásárlása szükséges. A város 2022-es évéről kérdeztük Szlahó Csaba polgármestert és Rüvirtni Halász Melinda alpolgármestert. Az interjú első részét a múlt héten láthatták. A folytatásban többek között az egészségüggyel és a sporttal kapcsolatos fejlesztésekről lesz szó. A stúdióbeszélgetést december 14-én rögzítettük. Van egy elmondatuk a sportos és egészséges Vecsi és egészséges város. Ennek keretében milyen fejlesztéseket tudtak véghez vinni? Kezdjük az egészségüggyel. Hát igen, az elmúlt évtizedekben koncentráltunk nagyon az alapműködés mellett a szolgáltatások megfelelő színvonalának a fenntartására, és különösen az egészségügy és a sport azért kiemelt szerepet kapott a város életébe. Az egészségügyi intézmények közül a szakorvosi rendelőintézetben történt az év egyik legnagyobb beruházása. Ez szintén az energiatakarékosság jegyében zajlott, ki kellett cserélni a 16 éves kazánokat, illetve a teljes világítás korszerűsítésre került, tehát ledes világítás került elhelyezésre, és arra is törekszünk, hogy hosszú távon jobb legyen a fenntarthatóság az alapellátási központ esetében is, oda pedig napelemekre adtunk be pályázatot, tehát az engedélyeket megkaptuk, tehát oda napelemek fognak kerülni, és ezzel hosszú távon sokkal olcsóbb lesz az üzemeltetése a nagy épületnek. Úgyhogy bízunk benne, hogy nem csak szép és modern lesz ez az épület, hanem még energiatakarékos is, illetve még fenntarthatóbban működtethető, mint ahogy eddig ezt meg tudtuk tenni. Ugye most mennyire az energiaválságról beszélünk, hiszen az év körülbelül háromnegyedét már ez határozza meg, de ugyanakkor volt egy első negyedév is, amikor még igen csak tombolt a koronavírus járvány, hiszen akkor zajlott az ötödik hullám. Erre is reagáltak, hiszen a mentőállomást is segítették, illetve oltópont is működött Vecsésen. Így van, az első negyed évben ugye oltópont, sőt talán fél évig oltópontként működött az alapellátási központ, illetve hát a mentősöket gyakorlatilag ez egy önként vállalt felajánlás volt a mentőszolgálat részére, hiszen egy olyan ózongenerátort szereztünk be, amely gyakorlatilag 10 perc alatt fertőtlenít és csirátlanítja a gépjárművet, és ezzel a bevethetőség sokkal sebesebb, tehát a forgási sebessége sokkal nagyobb lesz a mentőautónak, nem kell sokáig várni arra, hogy újra ki lehessen küldeni. Tehát ez nem akadályozhatja meg a mentőautót abban, hogy szolgálatba álljon. Ez gyakorlatilag jelképes felajánlás volt, de nagyon örült neki a mentőszolgálat, és egyébként gyakorlatilag ők kérték, hogy erre szükségük lenne, ez jó lenne, hogyha biztosítaná a város. Úgyhogy ezt átadtuk nekik. És hát valóban itt az egészségügy területén azért azt is el lehet mondani, hogy a sok-sok szakrendelés mellett, ami természetesen finanszírozást igénye, ugye az állami finanszírozás mellé az önkormányzat is komoly részt tesz, az egynapos sebészet is működik, az egynapos sebészet pedig hát most teljesen új helyzetbe kerül, mert tulajdonosi szempontból 15 éves bérlettel indult meg annak a működése, az épület az teljesen a miénk, tehát ennek a szakorvosi rendelőintézetnek a felső szintje az a miénk lett, az az önkormányzat tulajdona, de az egynapos sebészetet gyakorlatilag fel kellett szerelni modern gépekkel, ezeket fel is szerelték. Ezeket az orvosi műszereket az önkormányzat, illetve hát az egynapos sebészet üzemeltető Kft. Megvásárolta. A műszerek megvásárlása pedig azért került sor, mert lejárt ugye ez a 15 éves szerződés, és ahhoz, hogy folyamatosan és folytatólagosan tudjuk működtetni az egynapos sebészet, ezekre a műszerekre nagy szükség volt. Ezt újonnan kellene bevásárolnunk, és ezek nem amortizált eszközök, ezek nagyon jó állapotú eszközök, akkor ez körülbelül 150 millió forintba került volna. Tehát gyakorlatilag bezárhattuk volna az egynapos sebészetet. Így viszont tudjuk folyamatosan működtetni. Úgyhogy ez is fontos dolog, ez is egy szolgáltatás. Remélem, hogy megelégedéssel veszik igénybe, már akinek szüksége van.
Illetve hát lehet olvasni a felhívást, hogy még mindig él az a pályázat, hogy harmadik gyermekorvosi praxist szeretnének kialakítani Vecsésen. Így igaz. Hát elég nehéz ma már bármilyen orvosi praxisra szakembert találni, és a gyerekorvosi praxissal is így vagyunk, tehát több körben meghirdettük, több helyen megfuttattuk, és egyelőre még sikeres pályázat nem jött, egyáltalán pályázó sincs, és reméljük, hogy előbb-utóbb erre is sor kerül. Elhangzott az elején, hogy sok gyermek van, sok fiatal gyermekes család költözött Vecsésre. Ez jó az intézményeinknek, hiszen sok gyermekünk van, de hát nyilván az orvosoknak is plusz feladatot ad, ezért lenne szükség még egy praxisra, aki egy kicsit tehermentesíteni a meglévő két gyermekházi orvost. Viszont ha már a gyermekek szóba kerültek, akkor beszéljünk néhány szociális jellegű támogatásról, vagy eseményről is, hiszen a nyári napközis tábort, bármilyen volt a COVID-helyzet, mindig meg tudta rendezni az önkormányzat, illetve a családsegítő szolgálat. Milyen más szociális jellegű segítségek voltak még? Igen, ennek a tábornak a finanszírozását mindig is fontosnak tartottuk, hiszen azért tudjuk, hogyha a gyermekeket mondjuk fizetős táborokban kellene elhelyezni a szülőknek, az nagyon sok pénzbe kerülne. Tehát az idén is ezt finanszíroztuk. Ezen kívül ingyenes nyári étkeztetést biztosítottunk a gyerekek részére, valamint most a karácsonyi időszakban, ahogy minden évben, a rászorulóknak egy nagyon szép élelmiszer csomagot juttattunk el. Összességében éves viszonylatban körülbelül 50 millió forint az a szociális segély tömeg, amit ki tudunk osztani azoknak a nehéz helyzetbe került családoknak, vagy egyedülálló embereknek, akik erre rászorulnak és beadják az igénylésüket. Most az őszi időszakban, ugye az energiaválság miatt azért mi is érezzük, hogy nagyon sokan adnak be tűzifa kérelmet hozzánk, és elég sok családnak sikerült már segítenünk az idei évben is a kiszállítással, fa kiszállításával. Viszont ha már úgy kezdtük, hogy sportos és egészséges város, akkor beszéljünk a sport részéről is. Nyilván ez ügyben is történtek különböző fejlesztések, változások, és nyilván tervek is vannak még a jövőre vonatkozóan, amiről majd később beszélünk. Igaz, tehát az egyesületek támogatása mellett az infrastruktúrát is biztosítanunk kell, tehát a sport infrastruktúrát, ezt folyamatosan fejlesztjük. Ez igaz a Dózsa-Györgyöti sporttelepre, minden évben történik a kisebb-nagyobb beruházás, szépítés. Most a szociális helységeket újítottuk föl teljesen, és például körbe új kerítést kapott, amire a szomszédoknak nagy szükség volt. Hosszú évek óta mondják nekem, és én mindig mondtam, hogy persze megpróbáljuk és meg is fogjuk ezt valamikor építeni. Most lehetőségünk nyílt, hogy TAO-s támogatásból, tehát a költségek nagy részének a biztosítása mellett, méghozzá nem önkormányzati forrásból történő biztosítása mellett az egészet megújítottuk. Ugye ez egy nagy dolog, és nagyon is örülök neki, és az összes szomszéd is egyébként örült neki. Volt olyan hölgy, aki azt mondta, hogy amióta itt lakik 70 éve, ez a kerítés rá akar dőlni, és most nagyon boldog, hogy ez végre elkészült. De ugyanígy fejlesztjük a város többi területén is a sporttelepeket, ugye a Sándortanyán szintén egy nagy sporttelep épül, ezt is minden évben valamivel kicsit hát komfortosabbá tesszük, most az út meg a parkolók készült, tehát az odavezető út és a parkolók készültek el, de már tudom, hogy TAO-ból fogunk építeni egy gumírozott kispályát, ott van futókör is, és szeretném, hogyha ez majd úgy működne, hogy az edzések mellett a lakosság is igénybe vehesse. Ugyanígy a közterparkok, közterületek, sport létesítmények, tehát a közterületeken való sport létesítményekre is igyekszünk hangsúlyt fektetni, például az idén a lakóparkban a Svejde József utcai labdázó felújítására került sor, nem csak a burkolat újult meg, hanem világítást is kapott, és egyébként az iskolák udvarain található sport létesítményeket, pályákat is folyamatosan karbantartjuk. Tavaly évben kettőt is megjutottunk. A Halmi téren is elkészült egy új rekordtámpálya, és az Andrássy iskolában is a régi, egyébként ez ott az első gumírozott pályán, ez is teljesen megújult. Úgyhogy mindig apró lépésekben haladunk előre, szeretnénk, hogyha a sportolni vágyok megtalálnák ezeket az eszközöket, és ezeket a lehetőségekkel tudnának élni. Nagyon fontos dolog mindannyiunk számára a mozgás, és bízunk benne, hogy aki ezre rászokik, és vagy rendezett és hogy is van, szervezett körülmények között sportol, az azért válik a javára, aki pedig úgy szeret, hogy csak hobbiként, annak pedig amúgy. Tehát mindenképpen jól járunk vele, és jól jár vele az egész társadalom.
Illetve hát épül a két legnagyobb beruházás, igaz, hogy állami finanszírozásból, de azért majd ilyen-olyan módon önöket is érinti, a kézilabda munkacsarnok és a tanúszoda. Ezeknek mikorra várható az elkészülése, átadása? Így igaz, hát én azt gondolom, hogy nyár elejére elkészülnek, ez is volt nagyjából a határidő. Igazából ugye a beruházást nem mi hajtjuk végre, mi csak segítjük ezt a beruházást, de azért annyit hagy mondjak el, hogy az állami szerepvállalás, ami oroszlán rész ebben az esetben, emellett az önkormányzat azért komoly erőket mozgósít, és egyébként rengeteg plusz feladatot ad a számunkra mind a két beruházás. Már elhangzott itt az imént, apogármester azt mondja, hogy a halmi kézi csarnok elkészülése az ugye generálja azt, hogy az egész környezetét rendbe rakjuk, így járda és parkolépítés várható, sőt részben már megvalósult, de ugyanakkor elbontottunk egy játszóteret, azt nem felejtettük el, ezt szeretnénk újraépíteni, meg is tervezték. Hát ez bizony komoly költségű játszótér lesz, az egész modern és szép hát parkkal együtt, tehát gyakorlatilag ez 100 milliós tételre lehet gondolni, és egyébként ott a halmi tér további részének a rendezésre is gondolnunk kell. Ugyanígy egyébként a tanúszoda esetében, ugye az lesz az első beruházás itt a nagy 8 hektáros területen, ami ugye az egykori Lanyi volt. Ennek a fele sport és szabadidős tevékenységre lesz alkalmas, és arra szánjuk. A másik fele, ami a reptér felé esik, vagy a Mátyás utca felé esik, ha úgy tetszik, ott majd vállalkozásokat szeretnénk letelepíteni, de itt az elejében ez az első beruházás lesz. A Lanyi természetesen ide is kell még parkoló, nem lesz elég az, amit hozzá terveztek, és ott is a környezetet rendezni kell. És egyébként pedig a telkeket eleve az önkormányzat biztosítja, nem csak mi Vecsés, hanem egyébként minden más önkormányzat is a telket kellett, hogy biztosítsa, illetve az infrastruktúrát. Tehát ezekben az állami beruházásokban azért mi is komoly összegeket teszünk bele, hogy még szebb és még jobb legyen az épület, használhatóbb legyen, és igen, és másrészt pedig hát remélem, hogy a sportolni vágyók, az úszni vágyók, a kézlabdázni vágyók és a gyerekek, akik használni fogják ezt az iskolai időben, azok mielőbb birtokba vehetik, úgyhogy bízunk benne, hogy nyár elejére ezek át lesznek adva, elkészülnek ezek az objektumok. November 1-e óta új szolgáltatás segíti a szenvedélybetegeket Vecsésen. Az új esélyközpont a baptista tevékeny szeretet misszió keretében felekezettől függetlenül a Temető utca 14 szám alatt várja azokat, akik úgy érzik, segítségre van szükségük. 12 évvel ezelőtt a baptista tevékeny szeretet misszió megalakult, ez egy debreceni központú szervezet. Gyakorlatilag akkor kezdtünk el a szociális szférában tevékenykedni. Első körben idős gondozással, házi segítségnyújtással és szociális étkeztetéssel foglalkoztunk, és leginkább Tiszántúlon. Még nem a tavalyi évben úgy láttuk, hogy a szenvedélybeteg és a pszichiátriai ellátottak számára nagyon fontos lenne, hogy még nagyobb segítség érkezzen, pláne így a Covid kapcsán és a Covid után. És akkor indult el egy úgynevezett új esélykezdeményezés, és akkor kezdtük el megalakítani az úgynevezett új esélyközpontokat. Ebből az új esélyközpont projektből az egyik itt Vecsésen indult el. Ehhez az volt szükséges, hogy az önkormányzat támogasson bennünket, és gyakorlatilag közösen létrehoztunk egy központot. Ez a központ arra szolgál, hogy 50 fő ellátottat tudjunk itt fogadni, akik valamilyen szenvedélybetegséggel élnek. Ez lehet dohányzás, lehet akár alkoholfogyasztás, vagy bármilyen viselkedés jellegű probléma, droghasználat, de akár ma már ide soroljuk a vásárlás függőséget és az internet függőséget is fiatalok esetében. Ezt azért emelem ki, mert 16 éves kortól gyakorlatilag az ellátottak már itt meg tudnak jelenni és tudnak segítséget kapni. Kikkel találkoznak, akik ide jönnek valamilyen problémával, és milyen segítséget kaphatnak? Hát leginkább Magyarországon, és ebben Vecsésen sincs számottevő különbség, leginkább az alkohol a legnagyobb probléma a szenvedélybetegségek területén, de azt kell mondjam, hogy megdöbbentő arányban a szerhasználat az jön föl sajnos. Egyre több olyan ellátottunk van, aki valamilyen szert használ, valamilyen drogot használ. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, és minél inkább szeretnénk eljutni a fiatalokhoz is, hogy ebből egy kicsit számot tudjunk adni, hogy ennek milyen veszélyei és milyen hátrányai lehetnek ennek a dolognak. A másik részünk az 50 fő pszichiátriai ellátottat tud fogadni.
Ezt különösebben nem is kell túlbeszélnem a COVID kapcsán, a pszichiátriai depresszió, munkanélkülivé válás, türelmetlenség, fáradékonyság olyan nagy számban jelentek meg. Gyakorlatilag arra számítunk, egyes városokban azt látjuk, hogy 50 fő ellátott helyett sokszor 60-70 fővel dolgozunk, mert úgy megnőtt a száma azoknak az embereknek, akiknek valamilyen segítségre van-e kapcsán szükségük. Vecsésen eddig hány ellátottjuk van? A két szolgáltatásban 50-50 ellátottat tudunk foglalkoztatni, szép apránként töltjük föl, jelentkeznek, nem nagy bizalommal van, ha az emberek meghallják ezt a szót, hogy szenvedélybetegség, hátralépnek, és nagyon bezárkóznak, és nem merik fölvállalni. Hál' Istennek szépen megismernek minket, megbíznak. Szerettünk volna egy olyan teret kialakítani itt, ahol biztonságban érzik magukat az emberek. Nincs előítélet, nincsen kirekesztés, a maguk lelkiismert furdalásával és szégyenév megélve belépnek ide, de hogy ezt le is tudják tenni, elfogadjuk őket, elfogadunk, nincsen személyre válogatás, és ehhez még kell idő, úgy érzem, itt Vecsésen kell még idő, míg minket megismernek, elfogadnak, és azt, hogy mi itt működünk, itt vagyunk. Előítéletmentesen, biztonságban be tudnak ide jönni, egyéni terápiát tudnak igénybe venni, lelki gondozást tudnak igénybe venni, háztartáspótló tevékenységet tudnak igénybe venni, akár mosatás, akár fürdés, ha ez gondot okoz náluk, nappali ellátás keretében ezt is tudjuk biztosítani, étkeztetést, és nem utolsó sorban, ami nagyon vágyom, hogy elérjük azt, hogy egy biztos közösséget, egy stabil csoport foglalkozást már elindítottunk, akár kézműves, akár fémklub, akár hozzátartozóknak, akár fiatalabbaknak, akár idősebbeknek, hogy egy lüktető közösségi élet legyen itt. És ez a cél. Ez a cél, hogy ők itt biztonságban érezzék magukat, visszatudjanak valamennyire integrálódni a társadalomba, akár munkahely, akár a baráti, családi kapcsolataikat szépen egyenletesen tartani, ami most nagyon hullámzó és nagyon kaotikus. És ebbe szeretnénk nekik nagyon segíteni. Térítésmentesen? Természetesen nálunk a szolgáltatások térítésmentesen zajlanak. Azon túl, hogy itt megértést kapnak, orvosi segítségben részesülnek esetleg? Természetesen. A munkatársaim, terápiás munkatársak, szociális végzettségű szakemberek, ezen túl lelki gondozónk is van, és addiktológus, pszichiáterünk is van, aki kijön is az ellátottakkal, természetesen kapcsolatban van és segítséget nyújt, mint nem egészségügyi szolgáltató, tehát intézmény vagyunk szolgáltatás, hanem szociális, nem írhat föl gyógyszert, de a ellátottaknak segítséget ad egy-egy beszélgetés és egy-egy terápiás beszélgetés bele. Van-e bármilyen kötelezettsége annak az ellátottnak, aki kapcsolatba kerül önökkel? Semmilyen kötelezettsége nincsen. Bárkit szeretettel várunk, aki úgy gondolja, hogy segítséget kér tőlünk. Lehet-e önöket bármilyen módon támogatni? Természetesen adományokat is elfogadunk, illetve mi is havi szinten tartós élelmiszercsomagot adunk az ellátottainknak, illetve most jelen pillanatban is ruhabőrze zajlik, és ez is egy segítségtámogatás nekik. Minősített közművelődési intézmény címet kapott a Bálint Ágnes Kulturális Központ. Az elismerést január 22-én a Magyar Kultúra Napján a Magyar Zeneházában adta át Kistóth János igazgatónak és Méhész Matus Eszter gazdasági vezetőnek, Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár. Egyszer már ezt a díjat átvettük, ezt az elismerést, ezt a címet. Ez a Minősített Közművelődési Intézmény címe. Most 2022. január 22-én is átvehettük a Magyar Zeneházában, és az EMI kulturális felelős államtitkárát, a Fekete Pétertől vettük át ezt a címet. Mivel lehet kiérdemelni? Hát ez egy nagyon-nagyon hosszas és, hát hogy is mondjam, összetett munka. Azokat a feladatokat, amelyet egyébként mind a szervezés során, mind az irodai munka során előttünk állnak, ezeket tulajdonképpen összegezzük, rendszerezzük, hogy legközelebb is pontosan ugyanolyan jól tudjuk elvégezni, de hogy hogyan készültünk fel erre a díjra, erre az elismerésre, erre a címre, Méhész Matus Eszter gazdasági vezetőnket fogom megkérni.
Milyen előkészületek előzték meg ennek a pályázatnak a beadását? Ez már a tavalyi évben elkezdődött. Augusztusig kellett leadni egy 75 oldalas pályázatot a mi munkánkról, a vezetésről, a szervezésről, stratégiáról, a tanulásról, mindenféle folyamatról, amiket itt végzünk a házban, illetve minden tevékenységünket be kellett mutatni. 6 tevékenységre pályáztunk, és amúgy 4-ből kaptuk meg a minősített címet. Ezt követte egy audit, ahol ugye személyesen is leellenőrizték, úgymond, hogy mennyire tartjuk be ezeket a folyamatokat, mennyire tanulunk a hibáinkból, mennyire tekintünk ki más intézmények munkájába, hogy tartjuk a szakmai kapcsolatot, hogyan végezzük a tevékenységeinket, szerződést, kötést, mindent átnéztek, nagyon sok dokumentumot be kellett küldenünk, és ennek eredményeként ugye januárban tudtuk meg, hogy a díjazottak között szerepelünk. Lehet-e ilyenkor valamit tudni a versenytársakról, hogy hányan pályáztak erre a címre? Hát ezt nem tudtuk, ezt ott tudtuk meg, hogy hányan kaptuk meg. Azt hiszem, hogy olyan 9 intézmény kapta meg a közművelődési intézmények közül. Amikor itt voltak auditon, akkor mit láttak az arcukon, milyen visszajelzéseket mondtak esetleg már rögtön közvetlenül a házzal kapcsolatban? Hát megköszönték az auditot, úgyhogy szerintem jól érezték magukat, nagyon. Felkészültünk egy kollégámmal, Dankos Melindával, vele készítettük a pályázatot is, úgyhogy jól érezték magukat nálunk. Mennyi időnként lehet erre pályázni? Minden évben lehet pályázni, illetve hát ilyenkor utó ellenőrzés is van, hogy még ugyanúgy folytatjuk ezeket a tevékenységeket, szóval nem áll meg ez a folyamat, amit amúgy már évek óta végzünk, és szeretnénk még 2 tevékenységgel is ilyen címet elérni. Mi ez a 2 tevékenység? A táborokkal és a kiállításokkal, úgyhogy most erre is ráfekszünk az idén, hogy ebben is kiemelkedőek lehessünk. Mint ahogy említette, már nem először kapták meg ezt az elismerést, mikor előzőleg? 2015. január 22-én, akkor is a Magyar Kultúra Napján vehettük át. Én azt gondolom, hogy ez egy folyamatos fejlődés, azon túl, hogy minden nap tesszük a dolgunkat, és dokumentáljuk ezeket előttünk álló feladatokat. Ez valahol egy erkölcsi kötelezvény is, hogy ennek meg kell a jövőben is felelnie. Mindenképpen, sőt, hát én azt gondolom, hogy látogatóink elégedettségét is mindig mértük, azon túl, hogy amikor még nem volt címe a háznak, én azt gondolom, hogy ezután is ezeket a dolgokat fogjuk tenni, illetve hát beszállítóinkat minősítjük, és hát mindazokat a feladatokat, amelyeket el kell végezni. Nyilván egy-egy ilyen elismerés kapcsán az ember górcső alá veszi a sikereit, esetleges hiányosságait, illetve magát a tevékenységét. Mi az, amire a Bán Internes Kulturális Központban ön, mint igazgató a legbüszkébb, és mi az, ami még szeretnének csiszolni? Hát én azt gondolom, hogy egy fejlődés soha nem állhat meg. Nem hiszek a permanens fejlődésbe, fértés ne essék, de hogy én azt gondolom, hogy mindig jobbá kell tennünk a munkánkat, mindig arra kell figyelnünk, hogy amit csinálunk, azt a legjobb tudásunk szerint végezzük. Én azt gondolom, hogy, és erre vagyok a legbüszkébb, ha mondhatok ilyet, hogy a kollégák minden egyes alkalommal megteszik. Lehet, hogy nem érjük el a tökéletességet, de törekszünk rá mindenképpen. Én erre vagyok talán a legbüszkébb. Mi lehet még csiszolni? Hát mindenen lehet csiszolni az információs munkáján, a szervezésen, vagy akár a vezetésen is. Mindig van min egy kicsit javítani, mindig találkozunk olyan eseményekkel, amelyek egyébként még nem fordultak elő, és váratlanul érik a ház működését. Én azt gondolom, hogy ezekre egyrészt fel kell készülnünk, másrészt pedig a legjobb, és ismételve legjobb tudásunk szerint kell megfelelnünk ezeknek a kihívásoknak. Mennyire tudják figyelembe venni a látogatói visszajelzéseket? Hát abszolút. Sőt, olyannyira, hogy nem arról beszélek most, hogy a nem tudom melyik csapat jöjjön ide, vagy éppen koncert jöjjön ide, nem is feltétlenül erről beszélek, de hogy azokat a véleményeket, amelyek arról szólnak, hogy a hozzáadott érték, ugye itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a hozzáadott érték, a ház hozzáadott értéke, az hogyan néz ki. Én azt gondolom, hogy ezek visszajelzések, hogy tiszta volt-e a mosdó, és így tovább. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontos, hogy köszöntek-e neki, hogy udvariasak voltak-e vele, hogy az ügyét el tudta hamar intézni, hogy a játszóházba kedvesek, udvariasak, hogy a gyerek jól érezte magát. Tehát ezek mind-mind olyan,
olyan kérdések és hát válaszok, amikre abszolút oda kell figyelnünk. A Ciszterci Szent Imre gimnáziumban volt pont a Magyar Kultúra napján január 22-én délután egy diátadó ünnepség. A Magyar Kórusok Szövetsége, most azt a nevet használjuk, hogy KÓTA, tehát Kórusok Országos Tanácsa, minden évben több kategóriában odaadja az általuk legjobbaknak szavazott mesterembereknek, karnagyoknak, zongoristáknak, kísérőknek, kórusoknak és népzenészeknek a KÓTA díj kitüntetést. Most abban a nagy elismerésben részesültünk, hogy idén mi vehettük át a nemzetiségi kórus díjat a KÓTÁtól. Mi minden szerepelt a méltatásban? Milyen érdemeiket emelték ki? Elsősorban arra tért ki a méltatás, hogy 27 éve, már több mint 27 éve együtt vagyunk, és a magyarországi német dalkultúra és magyarországi német nemzetiségnek a kulturális kincsének a megőrzése, a zenei kincsnek az ápolása, és ennek a híressététele Magyarországon, illetve a nagy külföldi fesztiválokon is, tehát emiatt kaptuk mi ezt a fantasztikus, és még számomra még mindig hihetetlen elismerést. Követte fellépés a díjátvételt? Abban a nagy megtiszteltetésben részesültünk, hogy idén mi egyedül énekelhettünk élőben a gálán. Tudnélék, az összes többi kórus csak felvételről vagy videóról tudta elküldeni. Egyrészt a nagy létszám miatt, másrészt pedig ugye nem tudtak fellépni. A rendezők nagyon figyeltek a Covid miatt mindenféle intézkedésre, és ugye mivel mi 10 voltunk összesen, így is az egész gálát végigültük maszkban, tehát minket szerettek volna is egyrészt, másrészt német nemzetiségi fellépője már több mint 4 éve nem volt a gálának, tehát ez nagyon nagy megtiszteltetés külön nekünk, hogy mi voltunk az egyedüli olyan kórus, akinek a hangja élőben felcsendülhetett a Ciszterci Szent Imre gimnáziumnak a dísztermében. Milyen dalokat adtok elő? Ugyanazzal a dalcsokorral készültünk, mint amit Csömörön adtunk elő az Émnösz gálán, az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetségénél, amikor ugye ott megkaptuk a regionális kitüntetést. Az már egy nagyon jó bevált, sikeres dalcsokor volt, és úgy gondoltuk, hogy még egy kicsit tökéletesítjük, finomítjuk, és megpróbáljuk előadni a magyar kórusvilág színejava előtt. Ez egy olyan dalcsokor volt, az első szám, az egy nagyon-nagyon ritka népdal a magyarországi németek körében, mert egy ritmusváltós dal. Tehát azt kell tudni, hogy a 3/4 és a 2/4 váltakozik, ez igen ritka nálunk magyarországi németeknél, és olyan finomságokat hagy a dal szövege az előadásra, hogy egyszer hangosabban adhatjuk elő, egyszer kellemesebben. Arról szól, hogy egy fiú a bálban megpróbál táncolni, először egy nagy darab lánnyal, utána pedig finoman megtanítja, hogy az hogy is kell, majd kiderül, hogy mind a kettőt választja, az egyiket táncolni, a másikat pedig feleségnek. Tehát volt benne természetesen az a finom kis huncutság, ami egyrészt Vecsésre, meg a magyarországi német népdalokra jellemző, és ezt a szakavatott közönség, akik előtt be kell, hogy valljam, én is egy kicsit megilletődöttem, vezényeltem, mert ennyi híres karnagy előtt még soha nem állt a kórusunk és a zeneszerző előtt. Olyan nagy vastapsal fogadták rögtön az első szám után a mi fellépésünket, hogy elérzékenyültem. Utána számukra is egy fontos, illetve fura kis intermezzo következett, mert nekem meg kellett szakítani ezt a folytonos félkör alakot, ahogy mi fellépünk. Azt kívánta az a cappella dal, ami a második volt a repertoárunkban, hogy középre álljak, mert egyedül énekeltem egy szólamot, és ugye akkor az altosok mellett kellett, hogy legyek, jó magam, és itt a szoprán. És ez azt eredményezte, hogy amikor vezényeltem, ugye szemben nem vezényelhettem a karnagyoknak, hisz nem ők az énekeseim, hanem hol jobbra kellett tekinteni, hol balra, és a lányok így rám néztek, hogy most mi a gond? És felkészítettük persze őket erre, hogy nincs gond, de valakire kell vezényelnem, ha nem ütöm a ritmust, hiába, hogy belülről jön ez a dal, egy gyönyörű, szép háromszólamú hazaszeretetről szóló népdalról van szó, akkor is meg kell, hogy legyen az a finomítás, hogy beint a karnagy, hogy mikor kell halkítani, és az aratta a legnagyobb sikert, ugyanúgy, mint Csömörön. És a legvége pedig a repertoárnak, amivel zártuk a kerek programot, az a, hát szinte már védjegyünké vált Vecséser Liederkranz volt. Ez is nagyon változatos, ugye vannak benne pikánsabb részek, van benne olyan rész, amiben a végén táncolunk is. Tehát én annyira megilletődöttek voltunk, amikor abban a hatalmas, gyönyörű teremben
felkonferáltak minket, ugye először átvehettem a kitüntetést a kórus nevében, és utána tényleg a méltatás után, a taps után szó szerint sorban álltak nálunk a híres karnagyok és zeneszerzők, és azt mondták a kórusról, hogy gyönyörű, tisztán csengett, és ők még ilyen fokon nem hallottak, ilyen mesteri fokon magyarországi német népzenét, mert nem a Trink-Trink Brüderlein Trink volt, hanem egy sokkal cizelláltabb, egy művészi belőadás, és ez olyan nagyon jól esett a lányoknak, hogy tényleg hazafele is végig még ilyen örömmámorban úsztunk, és azóta is. És ez külön megtiszteltetés volt, hogy odaugrott mellém a Sebestyén Márta népdalénekes, akit nem láttam, mert maszkban volt a drága. Akkor az elnök úr, a Bilényi József bemutatta, hogy szeretne a hölgy veled, ugye mi tegeződünk az elnök úr, egy fotót készíteni. És én hirtelen másra gondoltam, de amikor bemutatta, hogy Sebestyén Márta, hát annyira meg voltam illetődve, mert ugye ő nekem a példaképem, tanítom a dalait, a gyimesi népdalokat is, és ővele is egy nagyon jó szakmai beszélgetés, és remélem, hogy egy közös barátság kezdete ez, mert névjegykártyát cseréltünk, és én is mondtam, hogy meghívom őt esetleg egy különleges énekórát tartani, de lehet, hogy még magyarországi német és magyar népdalos egyveleget is összedobunk majd. A 44. alkalommal rendezték meg a Vecsési Svábbát. A hagyományos eseményt február 5-én tartották a Bálint Ágnes Kulturális Központban. A bálon Szlahó Csaba polgármester köszöntötte a résztvevőket. Ha arra gondolod, hogy ezelőtt 2 évvel itt felőttelen mulattunk, és nem is gondoltunk arra, hogy mi vár ránk az elkövetkezendő időszakban, hogy hogyan meg tud változni az életünk egyik pillanatról a másikra, akkor tényleg nagy érték, hogy most újra együtt lehetünk, és itt állhatunk, és ünnepelhetünk. Nagy tanulság ez, hiszen amikor az ember azt gondolja, hogy minden rendben van, mind az életében, az egészségében, a gazdaságban, és akkor az egyik pillanatról a másikra megváltozik körülöttünk minden. Nem is mérhettük föl, és nem is láthattuk, hogy milyen változások jönnek, mind családok életében, mind a gazdaság életében, legyen szó Vecsési gazdaságról, vagy a világgazdaságról, ez mindannyiunkat súlyosan érint. És ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy azért mennyire kitett, hogyha a Föld nevű bolygó úgy gondolja, hogy egy kicsit változtat az eddigi megszokott helyzeteken, hogy milyen alapvető életmódváltozás következhet be. Nagyon izgultunk az idén, hogy tényleg sikerüljön megvalósítani ezt a nagyon régi hagyományokra visszatekintő eseményt, hiszen azért nem volt biztos az, hogy valójában meg tudjuk szervezni, és eljönnek a vendégek olyan számban, hogy már érdemes legyen megtartani. De szerencsére sem az, hogy védettségigazolványt kértünk, sem az, hogy azért elég nagy számú megbetegedés volt ugye hetente, nem tartotta vissza az embereket attól, hogy részt vegyenek, és 250 vendéget tudtunk itt vendégül látni a bálon. Milyen programban részesültek a megjelentek?
meghívtuk a Grassalkovics iskola Flinke Weine tánccsoportját, ők nyitották meg az eseményt, és a Lumpen Klumpen tánccsoport, mint rendező is fellépett. Ez most már közel 2 éve az első fellépésünk volt, úgyhogy nagyon izgultunk. Ráadásul az idén a koreográfusainktól is el kellett búcsúznunk, Fazekas Rita és Fazekas József úgy döntöttek, hogy idéntől már nem folytatják a tánccsoport vezetését. Ezúton is nagyon köszönjük az elmúlt 22 évet nekik. Tehát nélkülök készültünk fel, ez is egy új dolog volt, amiben bele kellett tanulnunk, de úgy gondolom, hogy megugrottuk a lécet, és sikerült egy kis szép műsorral kiállnunk a vendégeink elé. Mi volt a visszajelzés, hogy mennyire várták már ezt az eseményt, illetve magát a közösségi eseményt az emberek? Én úgy gondolom, hogy nagyon, tehát elég hamar elkeltek a jegyek, csak január elején kezdtük el az értékesítést, de szinte 3 hét alatt majdnem az összes jegy elfogyott. Sajnos az idősebb korosztályból azért kaptunk olyan visszajelzéseket, hogy a járvány miatt nem mernek jönni. Én nagyon bízom benne, hogy jövőre már talán magunk mögött hagyhatjuk annyira ezt a járvány dolgot, hogy akkor őket is vendégül tudjuk látni. Nagyon jó volt a hangulat, hajnal 4-ig tartott a bál. Ezúton szeretném megköszönni a támogatóinknak, elsősorban a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, mint fő támogatónknak, és mindenkinek, aki valamilyen tombolatárgyal vagy egyéb felajánlással segítette a bál megrendezését. Az elmúlt 44 év alatt hogyan változott ez az esemény, hogy látja? Én úgy gondolom, hogy vendéglétszámban talán egy picit lehet, hogy szerényebb lett, mert azért régen én hallottam, hogy voltak majdnem közel 1000 fős bálok is, illetve ugye a jubileumi bálon is 500-an voltunk, nyilván egy nagyobb terembe, ide be sem férnénk annyian, tehát lehet, hogy kicsit kevesebben lettünk, viszont van egy állandó mag, aki szívesen jár, és ami talán az utóbbi években pozitív változásként tudok mondani, hogy népviseletben, nemzetiségi viseletben elég sokan jelennek meg a bálon, aminek nagyon örülünk. Idén Dunaharasztiból volt egy nagyobb létszámú vendégtársaság, akik mindannyian nemzetiségi viseletben jöttek. Február 19-én ismét Böllér versenyt rendeztek Vecsésen. Az Epresben 8 csapat mérte össze tudását. A megmérettetés már korán reggel elkezdődött, amikor is az eligazítást követően Szlahó Csaba polgármester úgymond elindította a rajtot. Ezennel a Böllér Fesztivált megnyitom. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A 8. Böllér Fesztiválon vagyunk. Nagy örömünkre sikerül megrendezni. Az elmúlt idő pandémiát nem sikerült. Mindjárt indul a böllér verseny, most kezdjük a szúrást. Jönnek a böllérek, szúrják a malacot, mi megyünk pontozni. A zsűri szeme pedig mindent látott, és Barátság ide vagy oda, persze minden csapat valamiben nyerni akart.
Üdvözlünk mindenkit a Vecséses a sátrában, készülünk a szúráshoz. Az első lépés az lesz, hogy elkábítjuk a disznót a megfelelő erősöknek megfelelően, aztán utána a szúrás után kivéreztetjük, és indul is a matek. Persze mi már elkezdtünk ezzel előkészülni, hiszen a fokhagymát és a hagymát már pucoljuk, mindent megteszünk, hogy mi győzzünk a mai napon. Hajrá, Vecsésese! A Bőlér versenyre már kora reggel sok érdeklődő érkezett, és bár a nap középpontjában a disznótorosok készítése állt, a kisállatcsimogató és a kirakodó vásár is vonzotta az embereket. Mindeközben a csapatoknál rendületlenül folyt a munka, a zsűri pedig újra és újra visszatért a sátrakba. Ahol most tartunk, az a szokásos reggel, minden csapatnál megnéztük a szúrást. Ez egy nagyon fontos dolog, mert uniós előírás, hogy előtt el kell kábítani, utána pedig a hogyan szúrnak és milyen a vér felhasználása. Ezzel már lassan befejezték ezt a műveletet, és ezután jön a pörzsölés, a felbontás, a húskészítmények és minden más az ételek elkészítéséig. Azok a munkafolyamatok majd később következnek, reméljük, hogy ugyanilyen szakszerűen és jó csapatmunkával, hogy eddig dolgoztak, továbbiakban is így fog lezajlani a verseny. Az elmúlt két év során számos rendezvény elmaradt a járványhelyzet miatt, így nem csak a résztvevők, hanem a szervezők is örömmel konstatálták, hogy ezúttal minden adott volt a hagyományos bőlérversenyhez. Megindult a bőlérverseny, megnyitottuk és megkezdődött mindjárt ugye a malacok levágása, miénk is levágása került, és most kezdik a pörzsölést és a pucolást. Nagyon szakszerű brigádunk van, öröm nézni egyébként, aki ezt szereti nézni és ért hozzá, illetve legalábbis már látott ilyet, azt tudja értékelni, hogyha valaki ezt nagyon profin csinálja, és a mi brigádunk tényleg profi. Látszik itt a háttérben a pörzsölés. Egyébként én örömmel nézem mindig, ahogy a Lajos és a Monál Lajos szétszedi nekünk a malacot. Egyszerűen fantasztikusan dolgozik. Úgyhogy 8-tól már hagymás vérünk is lesz, és akkor megkezdődik a reggeli, és várjuk szeretettel az érdeklődőket, meg természetesen a Vecsési Monál. Nagyon jó hangulatban indult a Vecsési bőlérverseny. Idén a 8. bőlérverset rendezzük meg. A csapatok kiválóan dolgoznak. Nagyon szépen föl vannak díszítve a sátrak, hála Istennek az időjárás is kegyes hozzánk, és nagyon jó időt fogtunk ki mára. Nagyszerű egy dolog, hogy a két éves kihagyás után ismételten itt lehetünk a Vecsési Bőlér versenyen, fesztiválon mondhatnánk így. Szerintem sokan fognak eljönni, az idő jó, és tényleg itt a Vecsési Barátok körének a standjánál jól lehet látni, hogy milyen, amikor elkezdik készíteni a malacságokat. Én köszönöm, hogy itt lehetek, és nem csak azért vagyok itt, mert itt a most választási kampányban, hanem én mindig ezen a standon vagyok, úgyhogy jó munkát és sok sikert kívánok a csapatnak. Úgy tudom, hogy ön először tagja a zsűrinek. Milyen tapasztalatai vannak eddig, hogy tetszik a munka? Nekem nagyon tetszik, jók a csapatok, szépek, jó a felhozata. Nehéz a sok jó közül kiválasztani a legjobbat? Hát az nem könnyű feladat. Nagyon meg kell nézni, ki mit csinál, mert kicsiken múlik, kis dolgokon, hogy ki lesz a legjobb. A zsűri tagjai a verseny első pillanatától az utolsóig mindent értékeltek és pontoztak. És bár jó szakember minden sátorban akadt, a munka igazi sikere a csapat közös erejében rejlett. Tehát megérkeztek egészségesen a disznók, mindegyik sorba. A csapatok nagyon jól fölkészültek technikával, technológiával. A szúrás rendben lezajlott. Az idén ugyan hirdettünk egy olyat, hogy bőlérfutás, verseny, hogy hát az előző évekhez képest elfutnak, és kijelöltünk menekülő útvonalat, de ez most nem kellett. Tehát megtörtént a szúrás, a kivéreztetés, a pörzsölés szokás szerint, ami egy nem is olyan nagyon könnyű munka ahhoz, hogy ne repedezzen be a bőr és a szalonának megfelelő piros legyen az egész. Tehát megtörtént a tisztítás, a bontás is. A bontás az egyik legszebb, legjobb dolog, szakmailag főleg. Itt mondták meg igazán a hentesek bőlének, hogy milyen egy csapatmunka, mert oda mindenki kellett, és hogy mennyire ismerik a húsrészeket. Abszolút a hagyományok szerint működik minden, vagy pedig időnként lehet valami újdonságot látni? Én úgy gondolom és úgy tapasztalom, hogy maradjunk az abszolút hagyományok mellett. Ugyanis olyan munka folyamatok vannak, olyan fázisok, amit mindig egymás után következnek, ugyanúgy kell betartani őket.
Amik egy kicsit majd eltérek lesznek, ez a húsfeldolgozásnál töltelékes áru, ugyanis a húsrészek nem ugyanolyan zsírtartalmiak, rossztartalmiak, mivel különböző súlyú és minőségi húsrészeket kaptak a disznó szétasításánál. De igazából ott mutatkozik meg a másik művészet, a beízesítés. Ami hagyományos is, és mégis eltérő íző, ott igenis a fűszerek aránya, hozzáadása, bekeverése múlik, és ezt most nagyon-nagyon ügyesen csinálják. Annyit azért szeretnék elmondani, hogy ugye a Recsesi Barátok Köre a infrastruktúra egy részét szervezi meg, ugye mi a sátrakat, meg a büfét szervezzük, de a Takács Jani az, aki gyakorlatilag a szakmai részét, a disznóvágás részét csinálja, fantasztikus májasokat szokott összehozni mindig, és fantasztikus ételeket. Úgyhogy ő hosszú évek óta csinálja nekünk a disznóvágást és szervezi gyakorlatilag a szakmai részét. Köszönet érte, tényleg nagyon jó dolgokat készítenek. Mi mindent kellett kötelezően készíteniük a csapatoknak, és mi a szabadon választott? Igen, hiszen valóban mind a két részről beszélhetünk. Az első dolog volt a reggeli. A reggeli az árt két dologból, ugye a hagymás vérből szokás szerint, a másik pedig hát, amit még hozzá tudtak készíteni, pecsenye, vagy egyéb ilyen húsféleségek. Úgy látom, hogy a zsűri folyamatosan értekezik. Számos szempontjuk lehet, eddig milyennek tartják a versenyt? Eddig mondhatom azt, mert hogy már ez a nyolcadik, hogy viszonyítani tudunk az első héthez, és ugyanolyan intenzitással, ugyanolyan szakmai tudással, ugyanolyan olyan hangulatot árasztva készítik itt a termékeiket, úgyhogy nagyon meg vagyunk elégedve az eddig lezajlott verseny részletekkel. Mik az ön szempontjai? Hát ez összességében nézzük, egész a szúgástól, majd a kolbász, amikor kész lesz addig a végéig, hogy mit teljesít egy csapat. Ugye egyenként is megnézzük, de maga a szempontok az, hogy milyen minőségben, hogy rakja ki, hogy bontja fel, hogy pörzsölte meg, mindenkinek más mondjuk a pörzsölés, hogy szúrta le, könnyen döglött, nehezebben. Végül is ilyeneket kell megnézni a legjobb csapatnál. Mi az ön kedvenc disznótoros étele? Hát a hurka meg a kolbász. Abból pedig volt bőven, sőt, a hagyományos recepteket sokan titkos összetevőkkel tették még különlegesebbé. A verseny színvonala később sem hagyott a láb, és a zsűrinek idén is nehéz dolga volt a bírálásnál. Végül számos más elismerés mellett az első három helyen a fradisznók, a Vecsési Barátok Köre Röf, valamint holtversenyben a Vecsés Esse és a Csalafinták végeztek. De számos más szempont szerint is győzteseket hirdettek. Március 1-én ünnepélyes keretek között adták át a Vecsési Okmányiroda helyén elkészült új gépjármű ügyintézési pontot. Az úgynevezett GÜP a gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés színvonalának javítása érdekében jött létre, tehermentesítve ezzel a kerületi okmányirodákat. Felújították itt a járási hivatal azon részét, ami a polgármesteri hivatalon belül régen az okmányiroda volt. Gyakorlatilag itt ugye, ahogy bejöttek az ügyfelek jobbra, azok a helységek teljesen megszépültek, és gépjármű ügyintézési ponttá fejlesztették. Ez azért fontos, mert a kinti kormányablakról nagyon sok munkát le fog venni. Egyébként pedig azt sikerült elérnünk, és köszönet a kormány megbízott úrnak, dr. Tarnay Rihárdnak, és elsősorban az országgyűlési képviselőnknek, dr. Szűcs Lajosnak, hogy kijárták azt, hogy itt, ezen a gépjármű ügyintézési ponton a vecsési lakosság is be tudja adni az eddigi megszokott ügyiratokat, tehát a személyes okmányokat, a kormányablak létesítést, tehát ezeket a dolgokat továbbra is itt lehet intézni szerdánként. Ez azért fontos, és azért tartottuk fontosnak, mert ugye a vecsések egy jelentős része szeretett inkább ide járni, mert a kinti kormányablakban az mindenki más ügyét is intézik, tehát nagyon sokan vannak, 85%-ban nem is vecsésiek. Úgyhogy ez külön öröm, megszépült, hát remélem nem csak szép lesz, hanem hasznos is, és jó szolgálatot tesz majd az itt élőknek és minden ügyfélnek, aki ezt igénybe veszi. Megjelent nálunk Domokos Péter, a miniszteri biztos, ennek a kormány ablakok létesítésének és működésének a miniszteri biztosa, mint ahogy említettem, a
Pest megyei kormányhivatal vezető, dr. Tarnai Rihárd, valamint itt volt az országgyűlési képviselő dr. Szűs Lajos, és így adtuk át ezt az ügyfélszolgálati irodát, ami teljesen megújult, hogy remélem, hogy jó szolgálatot tesz majd a városiaknak, meg az ügyfeleknek. Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült Gál István helytörténész, nyugalmazott tanár. Gál István az általa írt 25 helytörténeti könyv mellett megalkotta a Vecsés nevezetes épületeit felsorakoztató maketteket, melyeket méretarányosan mutatják be városunk egykori és mostani épületeit. Valóban rangos elismerésbe részesültem, legszebb álmaimba sem gondoltam arra, hogy ilyesmi előfordulhat. Hát a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesültem, amelyet Szabó István honvédelmi minisztériumi államtitkár adott át 2022. március 11-én a nemzeti ünnepünk alkalmából. Maga a kitüntetés Orbán Viktor előterjesztésére Áder János köztársasági elnök úr adta át, mint mondtam, március 11-én a nemzeti ünnepünk alkalmából a Stefánia palotában. Hogyan szólt a méltatás? Miért kapta? Hát elsősorban a helytörténeti kutatásért, és hát a helytörténettel kapcsolatos tevékenységemért. Összesen hány kiadványjal büszkélkedhet, illetve hogyan összegezni az eddigi pályafutását, pályamunkáját? Nehéz erre válaszolni. Hogy a 25 könyv közül nekem melyik tetszik? Hát mind. Ugye olyan ez, mint a szülőnek, melyik a legkedvesebb gyerek? Hát mindegyik. Nekem is nem, nehezen tudnék választani, hiszen a legtöbbet a könyveimnek állítom a 90%-át, mind alapos, körültekintő nyomozás, hogy ezt a kifejezést használjam, folytattam levelezések tömkellege a levéltárakkal, akkor bemenni a levéltárba, ott elém tették, amit kérek. Tehát én azokat a dolgokat, amiket leírtam a könyvbe, azokat mind alá tudom támasztani. Most nem azt mondom, hogy nem tévedhettem, mert hiszen az ember tévedhet, de hogy mondjam, halottak könyvében Osiris mondja, hogy soha nem cselekedtem hamis szívvel. Tehát mindig az igazat próbáltam a legmesszebb menőkig kideríteni, és azt az olvasók elé tárni. Hát remélem sikerült. Amikor az ember kutató munkát végez, akkor jön rá arra, hogy még hány és hány téma van terítéken. Hogy érzi, hogy az elmúlt évtizedek alatt mindent sikerült eddig feldolgozni, amit szeretett volna? Hát nyilvánvaló, hogy vannak még dolgok, amiket lehetne kutatni, meg keresgélni. Hát most például három könyvben is dolgozok, azt már egyszer mondtam, az evangélikus templom történetet. Hát azóta, mióta volt a 25 év kiállítás, rengeteg sok anyagot tudtam levéltárak útján megszerezni, amivel a könyvnek a lapjai bővülhetnek. Hát tulajdonképpen, ha nagyon beszeretném fejezni, akár ma este be is fejezhetném, de az idő nem sürget. Aztán az helyi értékeinkről is írni kell, mert hiszen az egy dolog, hogy az értéktár bizottságba ugye benn vagyok, és a értéktárba beküldenek az emberek anyagot, de ki tudja? Hát tudja a bizottság, meg a képviselőtestület, amikor elé kerül a dolog, de ezt is megpróbálom könyvformájába feldolgozni. Mi a dédelgetett vágya? Hogy tavaszra, mivel ha jön a jó idő, akkor szervezek majd ilyen helytörténeti kirándulásokat, hogy X helyen találkozunk, és akkor egy megadott útvonalon végig megyek. Ráadásul, tehát ez egy dédelgetett terv, majd meglátom, hogy sikerül ez a dolog, és a templomokról is írok, minden felekezetnek a templomáról írok történeteket. Ezeken szeretnék végigmenni ilyen kirándulás alkalmából, és az embereknek bemutatni, hogy itt Vecsésen ilyesmi is van, mert én úgy gondolom, hogy nem nagyon ismerik az emberek ezek a dolgokat. Na most visszatérve a falusi templomra,
éppen tegnap kezdtem el a makettjét annak a templomnak, amelyiket felrobbantottak a németek 1944. decemberébe, annak a makettjét készítem, és szeretném majd a évfordulóra, mert 14-ben volt a 1814-ben a templomnak a felavatása, hát szeretném az évfordulóra mindenféleképpen azt elkészíteni. Az orosz-ukrán háború folytán Vecsésre is érkeztek menekültek Ukrajnából. Több intézmény, egyház, civil szervezet és magánszemély segíti őket. A Vecsési Evangélikus Gyülekezet a gyerekek számára biztosít oktatást és különböző programokat. Én azt gondolom, hogy minden tévénéző tudja azt, hogy Ukrajnából menekültek jönnek az országba, így Vecsésre is érkeztek Ukrajnából menekült családok. Ők javarészt magyar anyanyelvű romák, és mi azt éreztük, hogy itt a gyerekekkel nagyon jó lenne foglalkozni, mert egész nap csak tengnek-lengnek, unatkoznak, lemaradnak a tanulásba, és akkor egyszer csak egy ilyen polgármesterrel való beszélgetés kapcsán, vagy egyeztetés kapcsán, ahol több szervezet is ott volt, én kicsit szorgalmaztam azt, hogy a gyerekekkel való foglalkozást mi szívesen megvalósítjuk úgy, hogy a Vecsési Evangélikus Egyház adja a teret, az Vecsési Evangélikus templomot, meg a gyülekezeti termeinket, és a Sátor Egyesület keretében valósítjuk meg. Úgyhogy neki látunk rögtön önkéntes tanárokat keresni, illetve egyetemistákat, és hát a gyerekek meg adottak voltak, és ezen a héten elindult ez a tanítás vagy foglalkoztatás. Miközben a gyermekek itt tartózkodnak, mit lehet tudni a szüleikről? A legtöbb szülőnek sikerült az elmúlt pár hétben elhelyezkedniük, vagy legalábbis minden családból egy kereső személy már van. Azt lehet tudni, hogy sajnos nagyon sokan laknak egy légtérben, egy házban, és innen is jött az ötlet, hogy innen a gyerekeket napközben de ki kellene emelni, mert az, hogy 50 ember lakik egy családi házban, ahol legalább van mondjuk 20 gyerek egy udvaron, hogy ez az ő testi, lelki, szellemi fejlődésüket nem fogja szolgálni, és így jött ez az ötlet, hogyha már itt van ez a csodálatos templomunk, meg terünk, akkor kezdjünk el azon dolgozni, hogy hogyan tudnánk ezeknek a gyerekeknek a legmegfelelőbb hátteret biztosítani, hogy az itt eltöltött, reméljük minél kevesebb idő, hasznosan és jól teljen. Ukrajnán belül honnan érkeztek? Ők Kárpátaljáról, általában Ungvár és Munkács környékéről. Hány gyerekről beszélhetünk, illetve milyen programokban részesülnek itt az evangélikus templomban? Most jelenleg 26 gyermek jár hozzánk, akiből 24 magyar anyanyelvű roma gyermek, és 4 ukrán anyanyelvű gyermek, akik amúgy nagyon élvezik azt, hogy most magyarul tanulhatnak nálunk. Pedagógusok szervezésével, akik önkéntesen jelentkeztek arra a feladatra, hogy ezt itt közösen meg tudjuk valósítani, oktatásban részesülnek, tanulnak magyarul, matematikát, ugye most ez az első két nap arról szólt, hogy felmérjük azt, hogy ők hol tartanak, hogy a kinti iskolákban, ami ugye magyar iskola volt, hogy hol tart az ő fejlődésük, az oktatásuk, ezt mértük fel, de elkezdtük velük a matematika tanulást, magyar, lesz történelem, szóval így ez folyamatában a héten alakul ki, hogy mire is van szükségük, de nagyon nyitottak, lelkesek, már fél órával hamarabb itt ülnek a lépcsőn, hogy jöhessenek az iskolába, szóval nagyon pozitív az elmúlt két nap, amit együtt töltöttünk. Nyilván nagyon nehéz időszakon mennek át ezek a gyermekek. Mit tudnak, mit éreznek a lelki állapotukról? Hát van egy-két gyermek, aki úgy érkezett hozzánk, hogy csak anyukával és testvérekkel. Rajtuk a pedagógusok is érzik, hogy sokkal görcsösebbek, feszültebbek, nehezebb velük együttműködni, mint azokkal a társaikkal, akik ugye egy teljes családdal élnek itt. Ugye nekik annyi, hogy a lakhelyük változott, meg az otthonuk, meg talán a kényelmük, de ugye a háttér, a szülői háttér az itt van velük, és nekik nehezebb, akiknek nincs itt apuka, meg a fiú testvérek. Nyilván beszélgetnek a szülőkkel is, tudható-e bármi a jövőképükről? Nyilván nem lehet itt mindenkiről általánosságban beszélni, de esetleg elhangzott-e néhány cél, néhány terv a jövőre vonatkozóan?
Én a legtöbb szülőtől azt hallom, hogy mindenki vágyik vissza a saját közegébe, a saját kis otthonába. A terveik azok, hogy visszamenjenek, amint vége van ennek a háborús időszaknak, és ők újra biztonságban és a régi megszokott életüket tudják tovább élni. Köszönöm figyelmüket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának január 6-ai adását látták. Friss hírekkel, információkkal egy hét múlva, pénteken este 6 órakor jelentkezünk. Töltsék kellemesen az estét, további jó...